Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte pénteken a Vas megyei mérnöki kamara. Az ünnepi közgyűlésen filmrészlettel és hajtó a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnökének személyes beszámolójával emlékeztek meg az 1956-os forradalomban résztvevő műegyetemistákról. A kamara történetét Nádor István, Vas megyei elnök osztotta meg a hallgatósággal, majd Puskás Tivadar polgármester díszoklevelet adott át a jubileum alkalmából. A a megyei kamarának 7 szakmacsoportban 478 tagja van. Legfőbb feladata az érdekvédelem és a szakmai továbbképzések szervezése.